A belváros után a Dél-Kilianban is fellendülhet a sportélet. A városvezetés decemberben adott be pályázatot az országos futópálya építés programra, így a kormány 25 millió forinttal támogatja a Peja Győző parki rekordtámpálya kialakítását. A beruházás tervezett költsége csaknem 90 millió forint, amelyből 25 milliót biztosít a pályázat, a fennmaradó részt az önkormányzat önerőből pótolja majd. A futókör építése áprilisban indulhat, és várhatóan június végére készül el. Gúlyalábas indította az első hivatalos futást a Népkerti rekordtámpályán 2022. májusában. Akkor a 80 millió forintos beruházás az önkormányzat és a kormány összefogásával készült el. A futópályát azóta is sok miskolci használja. No, hajrá, gyertek, menjetek, ügyesek vagytok! Számos versenyt és sportnapot is rendeztek már itt. Legutóbb vasárnap nyárbúcsúztató futónapot szerveztek, ahol több kategóriában, a legkisebbektől a legnagyobbig mindenkit megmozgattak a szervezők. Badány Lajos alpolgármester a rendezvényen beszélt arról is, hogy további hasonló beruházás várható. Hatalmas fákkal körülvett, de egyébként még üres terület a Dél-Kilianban. Néhány járókelőn és kutyasétáltatókon kívül nem sokan voltak csütörtökön délelőtt a Peja Győző parkban. Ez azonban következő évtől változhat, hiszen a városvezetés 2023. decemberében sikeresen pályázott az országos futópálya építése programra, így jövő év áprilisában elkezdhetik a rekordtámpálya kiépítését. A kivitelezés során egy 600 méter hosszú futókör valósul meg, amelynek a futópálya szélessége 1,2 méter. 11 ponton fogja keresztezni a parkban található sétányokat, és természetesen hulladékgyűjtő edényeket, illetve pihenőpadokat is telepítünk majd a projekt során. A beruházás tervezett költsége csaknem 90 millió forint, melyből 25 milliót biztosít a pályázat. A fennálló részt az önkormányzat önerőből pótolja majd. A futókör átadása várhatóan jövő évben, június végén lesz.